Tejninger József vagyok, okleveles villamosmérnök. Villamosiparban dolgoztam, legutóbb az Országos Villamostár vezetékvállalója. Gimnázium érettségi után, mivel nem vettek föl az egyetemre, az akkori politikai viszonyok miatt fizikai munkát végeztem, szakmunkás képzőben jártam, megszereztem az elektroműszerészi képesítést. Aztán 3 év után, mint fizikai dolgozó, pályáztam és a villamosmérnöki karon a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem. Utána még a későbbiekben elvégeztem a mérnök közgazdász, gazdasági mérnöki. Életem a villamosiparban futhatott végig, oda kötődött, gyakorlatilag minden lehetőség, amelyből igen sok volt az életemben, az mindezen a pályán adódott. Nagy kihívásokkal sok lehetőségem volt, egyrészt a ranglétrán fellépni, másrészt sokféle tapasztalatot szerezni, sokféle erőpróbának megfelelni, de hát a lehetőségekkel mindig úgy értem, hogy a mások javára, a cég javára, így aztán az anyacégemtől, ahol társadalmi ösztöndíjas voltam, fölfele ennek a felső cégéig, a Tröstig, aztán utána egy fővállalkozásban, majdan a villamos iparágba kerültem át, ahol a villamos művek közthöz kerültem pályázat útján. Utána pedig az utolsó 15 évet az Országos Villamos Tervezeték Vállalatnál töltöttem, ez a villamos alaphálózatnak az építője, az üzemeltetője és a működtetője volt. Onnan vonultam nyugdíjba, 67 éves koromban, utána pedig a szakmai tapasztalataim alapján különféle felkéréseknek szakértést végzek a mai napig. A szakmai pályámat tekintve nagyon gazdag volt, nagyon sok kihívással, sikerekkel, gyakorlatilag kudarcokkal, de összességében megelégedett embernek tartom szakmai szempontból magamat, és a ledolgozott 48 aktív évemre csak nagy örömmel tudok és büszkeséggel visszatekinteni. A szakmám vonatkozásában, mivel kivitelező mérnök voltam, a korkép is érdekes, hiszen a háború után vagyunk, az első politikai rendszer, majd azt követően ugye a gazdaság kibontakozása. De tudni kell, hogy Budapesten vízhiány volt, tehát a vízhálózat, és igaziból a magyar villamos hálózat is önálló egységekből állt erőművek környezetében, később ezt villamos rendszerre alakították, ami hát ma a mai világban természetes, mert így lehet csatlakozni a nemzetközi rendszerekhez. Mint kivitelező mérnök, sikeresen haladtam, sokszor fiatal korom ellenére kaptam nagyobb feladatokat a ranglétrán, ahol mindig szükség volt arra, hogy jó emberi kapcsolatokkal, a nagy korkülönbségek miatt, mert ugye egy 30-valahány éves mérnök és egy 55 éves fizikai művezető közt összhangnak kellett lenni. Így aztán voltam építésvezető, gyáregységvezető, termelés irányító főmérnök. A villamospályámat a villamosipar és az egyéb villamossággal összefüggő háttéripar területén végeztem. Alapvetően cégeket csak úgy változtattam, hogy az ipar és a gazdaság szervezése során a cégek változtak. Így hosszú időt töltöttem az első 15 évet az anyacégemnél, ahol társadalmi ösztöndíjas voltam, aztán egy fővállalkozásban, metróépítésnél, utána pedig ennek a trösztjében. De ebben az időben mindig vita volt, talán a mai napig, hogy centralizáljunk, decentralizáljunk, és az én pályámra, mint sokak másoknak is, ez visszaütött. Szakmailag ez a kivitelezés, ez nagy kihívás volt, mert igaziból szerencsésen minden technológiát a
élelmiszeripartól, a bányaiparon, a vasművek építésre, a feldolgozóipar, a közlekedésipar, a metróépítés, és hát az utolsó 15 évben pedig ugye a villamos alaphálózattal összefüggő és fejlesztésekkel összefüggő munkákat kellett végezni. Ahhoz, hogy sikeres az ember, vagy nem, alapvetően szerencse kell, de kell egy nagy elkötelezettség, egy szorgalom, és gyakorlatilag kapcsolati rendszer. Ne értsük félre a mai elvtelen kapcsolati rendszer, hanem a társakkal, a közösséggel, a céggel és a felettes vezetőkkel. Így volt ez annak idején, hogy mikor az igazgatónk, mert voltak kiemelt beruházások, védnökségi beruházások, állami védnökség, miniszteri bejárásokra kellett menni, mert akkor még egy miniszter vette a fáradtságot, hogy egy dunaújvárosi oxigéngyárnál végigjárta az összes kivitelezővel, és nem jelentett problémát a miniszternek, hogy a mi cégünktől engem küldtek, mint helyettes, mert sikerült olyan tájékoztatást adnom, amit a cégem elvárt tőlem, meg a miniszter is. Életemben gyakorlatilag ez vezérelt mindig, és ezt lehet függetlenül vadlástól arra fogalmazni, hogy a szeretet, a kapcsolat és az egymás iránti, hogy mondjam, összetartozás volt az. Ezért engem mindig tiszteltek, én másokat. Az utolsó munkahelyemen is azzal kezdődött a nap, hogy a portásnéni odajött, megpuszítottuk egymást, és én így mentem be a munkahelyre. A búcsúztatásomkor pedig egy záróéteken lett, amit én vezettem, ahova megtudták a munkatársak, és gyakorlatilag meghívás nélkül a végén 150 ember odajött. Pályán az ember, amin járja az élet útját, igaziból a Madách idézett az, hogy a cél halál, az élet küzdelem, és aki őszintén visszagondol az életére, az a küzdelemben vívott harcban találja meg azokat a pontokat, hogy mik a sikerek, mik a kudarcok. Igaziból ezek párba járnak, a siker és a kudarc, mert ahogy egyik nap verőfényes napsütés van, másnap borult és esős. A műszaki életben, főleg a villamosiparban a sikereknek talán azért van nagyobb súlya az ember életében, mert itt olyan berendezéseket kell üzembe helyezni, amit nem lehet lekapcsolni. Hát egy karbantartáshoz, éves karbantartási terv van, nem maradhat villamos energia nélkül egy városrész, mert akkor sötét van, közlekedés nincs, a gépek nem mennek, a mai világban már a klíma, számítógépek, de hát ez az én pályámon még nem ez volt a hangsúly, hanem a szolgáltatás alapvetően. A sikeres pályához szerencse kell, persze a szerencse nem úgy adódik, mint egy szerencsejátékban, hogy találtam, nem találtam, hanem föl kell készülni, keményen járni az utat, alkalmazkodni kell, és a feladatoknál is mindig úgy kell osztályozni, hogy az úgy teljesüljön, ami az elvárás. Ugye a szerződéseknél ma már a pénzvilágban kötvéreznek is, és bármilyen furcsa, a villamosiparban is már most a piacot is létre tudták hozni, pedig a villamos energia nem olyan, mint egy folyékony energia alapanyag, hogy egy lajtkocsival, kamionnal szállíthatjuk, hanem a hálózaton megy, és itt igen kemény szerződésekkel lehet ezt helyre tenni, hogy én mit választok, mit nem választok. A munkára mindig az volt a jellemző, hogy szoros határidők, az anyagok rövid átfutású idejek legyenek, ez az import idejében nehezen jött össze, és az emberek, akik ezt végrehajtották, azok a feladattal azonosuljanak, és ezt megnyerni, és ezt folyamatosan is tápolni, karbantartani, ez volt a legnehezebb. Hát ha a sikereket lépcsőzetesen vizsgálom, akkor az már egy siker, hogy 30-valahány éves koromban az 50-valahány éves rutinos, más iskolázottságú emberek elfogadtak.
így lehetett együtt dolgozni. Siker volt az is, amikor egy feladat kapcsán, egy éjszakán át dolgozva a hiba megoldására összejött az a dolog, ami egy tervezőasztalnál nem lehetett látni előre. Lehet ez anyaghiba, tervezési hiba, időjárási viszony. Például egy távvezeték nyomdománál kiderül, hogy egy lápos terület van, akkor egy 40 méter magas oszlopot nem lehet úgy elapodni, mint egy kőkemény területen. Az egyéni siker, azt én összevenném a közösség sikerével, hiszen egy cég, egy foglalkoztató az adja a lehetőséget, ahhoz nekem hozzá kell tenni az egyéni tudást, a szorgalmat, a felkészültséget. Utána megint a kollektívája, mert ahogy a közmondás mondja, egy fecske nem csinál nyarat. De van szerepe az embernek, mert a kudarcban is okozója lehet. Számos kitüntetés mellett, ami ezeket a kivitelezési munkákat kísérte, egyik legnagyobb fiatalkorban szerzett a Pest Buda Egyesítésének a 100 éves évfordulójára vízművek munkán kapcsán kaptam. Későbbiekben pedig az is volt a sikerem, amikor egy-egy tanítványom, egy fiatal kollégám tudott olyan alkotni, ahol én a háttérben voltam, és hát gyakorlatilag az én felkészítésemnek köszönhették, de én azt természetesen az ő teljesítményének tudtam be. És életem utolsó 15 évében, a nyugdíjas korig pedig hát irányítási, vezető irányítási rendszerek kiépítése, auditálása, stb. Volt az alapfeladatom, ehhez egy főmérnöki munkaköröm volt, rendszerfőmérnök. Ott pedig kaptam a legtalálóbb sikert, az pedig az volt, hogy az eddig nem díjazottaknak a díja. És akár hiszi valaki, akár nem, ennek sokkal jobban tud örülni az ember, mint bármi más. A pályám után talán arról, hogy mi a sikerek háttere, hogyan lehet sikeres az ember, és egyáltalán mi az, ami segítheti. Hát itt természetesen a családról van szó, a feleség, vagy a két lányom, Judit és Eszter, akik egész életükben ebben a családi meleg tűzhelynél nagy szeretetben, nagy szorgalommal készültek, tehát igaziból mentesítve voltam az ilyen irányú gyerek ellenőrzések alól, amikor én vidékre vagy valahova jártam, és későn értem haza. Igaziból a három pólus maga az ember, ami a magánéletnél fontos. Hát magánéletemben a szakma mellett a zene érdekelt, az opera, itt nagy segítségemre van a Kossuth-díjas Sólyom Nagy Sándor, aki a baráti körbe tartozik, a komoly zene, és hát a sport, szabadidő. De se egyénileg, hogy ott hagyom a családot, hanem gyakorlatilag együtt mentünk. Megtanítottam a lányokat síelni, korcsolyázni, minden tanfolyam nélkül, ők ember partnerek voltak, a családi kirándulások együtt. És akkor összességében, ha azt nézzük, hogy sikeres vagyok, hát megkérdezhetik, hogy mit publikáltam csak szakmai lapokban. De ha visszatekintek a múltra, és együtt látom a családot, meg most már három unokámat, akkor egy ilyen elfoglalt életpálya mellett csak az elégedettség lehet, amiben a sors, ahogy ma mondjuk, segítségre volt, a szerencse, de leginkább a szeretet. És ezt a szeretetet, ezt én úgy érzem, hogy megkaptam a családomtól, a barátoktól, az ismerősöktől, a munkatársaimtól, gyakorlatilag ahol megjelentem, mindenhol ezt éreztem. Lényeges dolognak tartom viszont, hogy a szeretetet elsősorban adni kell mindenki felé, és nem csak kapni. Én köszönöm a sorsnak, hogy megkaptam.